Sziasztok, én Zamber Jákos vagyok, ő pedig, aki kimászik a képből, az autónak a tulajdonosa. Gyula. Hát Gyula, igen. GGJ Motor Gyula, úgy vagy elmentve a telefonomba, mert ugye a piros kocsimnak a szívó motorja ebbe az autóba került, sok-sok idő után, ez ugye az én hibámból is. A mai részben féket fogunk rajta cserélni, szóval ez egy hasznos videó lesz számotokra, mert nagyon sokan írjátok, hogy hú, Suzuki fékcsere, legyen már, ez az amaz. Úgyhogy Suzuki fékcsere lesz, nagyon sokan fogjátok nézni, hiszen oda lesz írva, hogy Suzuki, szóval Magyarországon azért ezeket a videókat eléggé eszitek, hiszátok. Ráadásul ugye GTI, szóval úristen, de jó lesz. Tartsatok ma is velünk! Szóval azzal kezdünk, ugye, hogy felemeljük az autót. Imádom ezt az emelőt, hogy fél másodpercet felemel egy autót, nagyon jól látjátok, hogy milyen fasza. Szóval látjátok, hogy azért ez a fékpercse már tényleg okot ad a cserére, hiszen rázott is, hát kopott, jó, oké, Brembo Max, azt mindenki tudja, hogy egy szar. Hát ha Brembo is betalál, ugye. Nem, amúgy nem szar, de Suzuki-ra alapból egy ilyen nagyon rázós cucc. Egy 13-as kulcsal kicsavarom a nyeregnek az egyik csavarját, kiveszem a fékbetétet, leveszem magát az egész nyerget, aztán a tárcsát, és aztán felrakom az ujjat, ezt most nyilván így szokásosan bemutatom, hogy hogy kell, jó? Ja, és a féket nem fogom felkötni most sem. Szóval kiszedtük ezt a csavart, van ennek egy ilyen tök jó ilyen biztosítója, nem a csavarnak, de mindegy. Várjál. Egy pillanat, és tökéletesen így. Lógatjuk a fékcsőn ezt a 300 g-os nyerget, és azt szokták a videókban megjegyezni, hogy miért nem kötöm fel, mert ahogy ez akkora súly, hogy szétszakadt tőle a fékcső. És amúgy azt nem tudják, hogy kb. Egy fékcső egy tónát is elbír szerintem, vagy nem tudom. Mondjuk azt tudom, hogy fékcsővel már vontattunk autót, de mindegy. Nem kötjük fel, mert fölösleges. Jó, leszedjük a magát az egész féknyerget. És hogyha ez kész, akkor átöltözök. Jó, most már csak ki kell csavarni, le kell szedni. Utána a tárcsát lesz körülményesebb, de azt majd mindjárt. Kivettem a két csavart, a nyereget le tudom így szedni. Ebben jöhet is a két új betét, hogyha így van. Ott a Cincó. Szia, Cincó! Jó van. Megint hemperegtél. Jó. Na, várjál még. Várjál. Na, tiéd. Nyomjad. Nincs most kedvem, majd a másik oldal, de ez hülye, ez el van fogyva ez a tárcsa. Nincs miről beszélni. Na, ha olyan a fék tárcsa, ami már nem kell és nem jön le, akkor nyugodtan egy kalapács, így megütitek és akkor lejön. Ha viszont csak leszeretnétek szedni a tárcsát, és még utána is kell tárcsa, akkor van az összes ilyen féktárcsán ilyen hely, ahol betekelsz egy csavart, vagyis kettőt, ez a csavar lenyomja az agyról a tárcsát, szóval ebbe a egy percben a tárcsa szó elég sokszor szerepel, de mindegy. Na ugye hát ezt a részt már tudjátok, ezt már sokszor láttátok, ez nem típus specifikus, hogy ha leszedsz van, na bazd meg, várjál. Ez eléggé rá volt rohadva, látjátok is a rozsdát, hogy
Na, ez már régóta rajta volt, az a lényeg. Az előbb elmondtam, hogy érzem egy típus specifikus dolog, amikor a társa szét van így rohadva, és itt a rozsdát azt meg kell szüntetni, hiszen ha most erre így ráraknám az új társát, ugyanúgy ütne, mint a régi. Szóval most jön a drótkefézés, meg a nem jut eszembe a neve, és Spaklinak hívom, pedig az nem építkezésen vagyunk, de nem Spaklinak hívják, mert múltkor olyan szerepet hívott, és elmondta, hogy hívják, de nem jegyeztem meg. Szóval... Spaklina. Az valami? Nem, az mi? Van ugyanaz, mint a Spakli, csak mondjuk konyhára használják ugyanaz. Na, ez a autószervizre. Na szóval ez a lényeg, hogy így a szennyeződést el kell tüntetni. Jelen esetben ez elég melós lesz, ahogy látom, de muszáj megcsinálni, különben szar lesz, és rázni fog. Átjöttünk ide a nyerekhez, nyilván a régi betéteknek a helyét, hogy ezt így meg kell takarítani, meg ilyenek, mert látjátok, hogy milyen szennyeződés van a... Tehát itt látszik, hogy milyen szennyeződés van a nyergen. Ez igazából fékpor, meg pici rozsda, meg ilyenek. Mi ezt most lekefézzük normálisan, úgyhogy ez a csodás pirosra festés ne sérüljön. Nem? Csodásnak mondod. Azt most badd meg. Jobb, mintha rozsdás lenne. Igen. Ilyenkor a csúszkákat is leellenőrizzük. Az, hogy ez a csúszka így kotyog, én azt gondolom, hogy egy ilyen borsnyeregnél még normális, ezek gyárújban is eléggé kotyogósak. Ez a csúszka tökéletesen működik. Ide kenünk majd be zsírt, mert a másik az már egy picit azért feszesebb volt. És utána mehet vissza, mehet fel a helyére. Kezemben az új tárcsa. Szokásos féktisztítós rongyal áttörlés, mert mindig van egy ilyen védő. Ezen a felén nincs, a belső felén ennek a tárcsának volt. Persze elmaradhatatlan a rézzsír. És akkor erre mehet is fel a tárcsa. Csodás. Milyen pici, nem? Nagyon durva. Milyen jó. Majd a csavarja. Majd a kerék az bepozicionálja. Most felrakom a megtakarított nyerget, bezsírzom azokat a csavarokat, amik gyárilag amúgy ragasztanak. De mindegy. Jaj. Fönt van a nyereg, akkor meghúzzuk. Meghúztuk a csavarokat, tök faszán. Ide hozok még egy kis zsírt. Azért ide még rakunk egy kis zsírt erre a csúszkára. Ez egy elég jó minőségű zsír, szóval én mindenre is ezt használom. Mennyivel jobb, mint volt. Nem nyomtuk még vissza a munkahengert, mert elfelejtettem, úgyhogy most hozom a fék munkahenger visszanyomó. Itt van a fék munkahenger visszanyomó. Nagyon egyszerű használni. Remélem a fékolaj az ömleni fog most fent a tartályba, mert nem tudjuk mennyi van. Jó, visszanyomtuk a fék munkahengert. Itt vannak az új betétek, ezek remza betétek. Ez is volt benne. Ez a majdnem legolcsóbb, de én is kakuccsal ilyennel mentem legutóbb, és nem fogyott el soha. Szóval egyébként szerintem ez egy jó minőségű dolog. Ez jó minőségű, igen. Egy kis permet. Sose már. Térjő ez a betét. Szemben egy textárral, mert egy textárt mindig be kell szabni, meg egy japán párcot is be kell szabni a helyére, mert annyira után gyártott, hogy semennyire nem ugyanolyan, mint amilyennek lennie kéne.
ellenben ezzel ez tökéletesen passzol mindig, még egy szétrohadt nyerekbe is így belecsúszik, tehát nagyon jó, ellenben nem kotyog, szóval ez a remze ez tényleg nem egy rossz dolog. Itt amire figyelni kell az összerakásnál, hogy ezt a lemezt ne hagyjuk ki, ez egy tök jó dolog. Húzzuk meg a csavart, nem tudok gyári nyomatékot, majd kommentbe valaki leírja szokásosan, mert van egy srác, aki mindenből mindent is tud. Nekem ez a nyomaték. Kész. És ezt most még egyszer megcsináljuk a másik oldalon, azt nem fogjátok látni, utána pedig a hátsó dobot nézzük meg. Csapályod is hoztál? Nem. Nem az, hogy búg, nem búg menet közben. Úgy nem hallottam. De hát kipufogótól nem hallottam. Ja, igaz, na erre mutatok egy jó trükköt nektek, srácok. Ha otthon próbáltok ilyen csodást szerelni, akkor... Ja, és persze nem tudjátok levenni a dobot, mert elég nehéz levenni a dobot célszerszám nélkül. De van egy ilyen... Ez a húzó kalapács, hogy mi? Hogy ráteszed, és akkor paf, paf, megütöd, és lejön. Na most, ha neked nincs ilyened otthon, akkor... És összekented az arcodat. Ott a szó. Meg lehet próbálni. Hűha. Nem mész el egy kört, hogy ráze. Esetleg. És akkor, ha nem muszáj, nem. És akkor én megveszem tőled azokat a dolgokat, mert kocsim pont ki kell cserélnem. Mit szólsz? És nem tudsz bukni. Mindegy. Próbáld ki, ha ráz, akkor meg jön a húzókalapát. Nagyon fontos tudnivaló, hogy mielőtt az ember beindítja a kocsit és elkezd kigurulni, föl kell pumpálni a féket, bekeményedett? Akkor most már mehet is. Hátsó fék az teljesen új rajta, szóval nem jutunk hozzá. Valószínűleg az első fékbetét miatt rázott, mint az át meg a féktárcsa miatt. Nagyon fontos az most, hogy hosszú lágyfékezésekre kell kezdeni, legalább egy 20-30-50 kilométerig. Persze az nem ér, hogyha 50 kilométert mész a nulláson fék nélkül, értelemszerű. De szóval óvatosan fékezzél most meg ilyenekbe, azért köpedd meg, azért ne égesz szét, az a lényeg. Cincó! Szia! Mit szeretnél kicsit? Szia! Szia! Cincó! Már van 200 követője, kövessétek őt sokan! Nem tudom, hogy egyelőre még nem tudom mi értelme, de kövessétek! Legyen GoPro-ra! Remélem nem füstöl a kerék meg ilyenek, tudod, felfékezt a túl. Na? Mit? Jobb lett minden. Hát még jó. De mi rázni? Ráz? Hát akkor jó. Akkor mondjad, mennyire adod el azt a hátsó. A feleségről fékezve rázott egyébként is, most annyira nem merem izélni, de nem csinálom. Nem fogja, ez szar volt az a tárcsa, meg nagyon izé. Most minden új, kivéve a hátsó izét, fék. De az meg jó állapotú volt, szóval az meg újszerű volt. A munkahengerek azok meg működnek. A mai rész ennyi volt, srácok. Mindjárt jön a következő. Ugye, de azt már láttátok. Ami a lényeg, szeretném, hogyha megnyomnátok a feliratkozás gombot. Hatalmas segítség lenne. Tök jó, már 15 ezeren vagyunk, úgyhogy ezt is nagyon köszönöm. A Turbo Suzuki-val való autóztatás az valószínűleg hamarosan következik. Felveszem a többiekkel a kapcsolatot, már azért írtak rám, meg ilyenek, de
még nem sikerült megbeszélni semmit, ugyanis az, az autó is be van törve a szélvédő, kell vele foglalkozni. Sokat folyik belőle az olaj, szóval is láthattok majd egy videót. Na tényleg, nem húzom tovább, mert így is hosszú lesz biztos a videó. Köszönöm, hogy velem voltatok. Like, dislike, komment ezerrel, szokásosan tudod, és iratkozzatok fel. Jó? Na találkozunk a következő részben, sziasztok!